Szerbusztok, hello, Szexárd, Rolika vagyok a Punani Masszívból. Izzad a tenyér, dolgos íz az, amit valamit elér. Alulról kezd, amit felépíteni, ha nemes a cél, legyél nemes a cél. A hétnek a lehet szembe szét, mert indíthetve szembe szét. Szabad a fej, megszakadom el, verejték nyomja a szavakat el. Óriási hangulat volt a 2022-es szexuális születi napok utolsó koncertjén, a Punani Masszívra megtelt a Szent István tér. Jövőre lesz 20 éves a zenekar, tehát hogyha valaki jó matekos, akkor ki tudja számolni, hogy 2003-ban alapítottuk meg a Punani Masszívot. A név az pedig azt jelenti, hogy női gyümölcs kejhet preferáló fiú közösség. A Punani az patoá nyelvből eredeztethető, ami ugye egy jamaikai, afrikai, tört, francia, kicsit angolos nyelv, és hát az azt jelenti, amire gondolnak is az emberek általában. Amikor megalapítottuk a zenekart, akkor nyilván nem voltak olyan nagy volumenű vízióink, hogy majd egyszer Szexárd egyik leghíresebb terén felléphetünk nagy zenekarral. Akkor még csak az munkálkodott bennünk, hogy nagyon-nagyon szeretjük a zenét, és ki szeretnénk valahogyan fejezni magunkat, ami később hobbivá avanzsálódott, mert hát nyilvánvalóan, ahogy idősödtünk, civil munkára is sajnos rá voltunk kényszerülve. Aztán utána pedig munkává avanzsálódott, és ez most már tart jó pár éve, úgyhogy remélem, hogy 20 év múlva is fogunk tudni találkozni, akkor lehet, hogy már kerekesszékkel fogok jönni ide az interjúra. Nagyon jó, hogy most jó idő van, mert ugye vasárnapi napot írunk, és ez most már a negyedik napja, hogy úton vagyunk, voltunk az országnak a különböző szegleteiben, és nagyon-nagyon-nagyon rossz idő volt mindenhol, úgyhogy már lassan elő kellett venni a téli kabátokat, de most szerencsére egy ilyen utónyári, indiánnyári hangulattal lesz tele tűzdelve ez a ma esti koncert. Csak jön neked, néma hangsúly, hiába fengsúly, tudatlanak akkor is szól, le legyünk lélegzik, hát melyik ötöm az új, mi belül lélek, csillog, mint az az új, vigyázz rád, még mielőtt az ösztönöt tárható. Ülhet, csak tűrve, na nem bücsél, hiszen mutatod, hogy jártál, folyton egy kísér, ha mi vásztál, magad vett benned a lelkísérlek. És hogy mi viszi őket előre ennyi idő után is? Mivel azért egy nagy számú kommuna vagyunk, egy 9 fős legénységről beszélünk, és ez csak azoknak az embereknek a száma, akik a színpadon állnak, de például most ide is Szexárdra 20-an jöttünk összesen. Ami inspirálni tud, ez attól függ, ez lehet nagyon sok minden. YouTube-on látsz egy jó beszélgetés például, és van egy olyan gondolat, ami szöget üt a fejedbe, vagy most jön az ősz ügye, és ahogy hullanak a falevelek, abból is lehet minden. Szóval igazából egy ilyen folyamatosan figyelő brigád vagyunk, akik a hétköznapokból gyűjtik az inspirációt. Van rajtunk elég erős társadalmi nyomás is, és mivel már nagyon régóta csináljuk azt, amit csinálunk, és sok embert tudunk megszólítani, ezért nagyon finoman kell bánni azzal, hogy mikor, milyen projekttel jövünk ki, vagy éppen adott esetben egy interjúban miről beszélünk. Az életnek az egyik legnagyobb sikere az, hogyha olyan munkakörben tudsz tevékenykedni, amit szeretsz. És nekünk ez összejött, és remélem, hogy ez az életünk végéig kitart, és hogy az életünk vége az nem a következő hónapban lesz majd. Nem jeleskedünk nagyon sok díjban, nincs a birtokunkban nagyon sok díj, amire azt mondhatjuk, hogy nem tudom hány aranylemezünk van. Amúgy sok van, csak minket ez nem szokott érdekelni, mert nem nagyon szoktuk lehívni. Azt mondjuk, hogy eladtunk jó pár ezer lemezt, Magyarországon most már nagyon kevés aranylemeznek számít, de minket ez valahogy nem érdekel. Mi ezt mindig azon mérjük, hogy hány helyre hívnak el minket, és ilyen vendéglátós módszerrel működünk, mert az üzletpolitikánk, hogy úgy hagyjunk el egy helyszínt, hogy utána vissza akarjanak minket hívni. És ez most már idestóval jó pár éve működik. Hol leszünk majd? Gyerünk, urat, hagyjátok, hogy hol leszünk majd? Ha elmúlik a fél.
nagyon nehéz egy ilyen szinten mondjuk a politikáról úgy beszélni, hogy az ne tűnjön állásfoglalásnak, hanem mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy körkép, és szeretjük magunkat néha ilyen mély vízbe bedobni, és ez fog majd történni egy-két héten belül, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy lesz nekem még városi napokon felkéréseim. Nem vagyunk nagyon az a polgár pukkasztó típus, de azért a véleményünk megvan, és ezt például koncerteken, dalok között azért előszeretettel el is mondjuk. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk. És ez egy olyan kis közös gyerek, mi most már egy nagy család vagyunk, 20 év távlatából már egy rossz házasság vagyunk kb. És azt szoktuk mondani, valahol talán egy népmesében, vagy nem tudom, hol olvastam, hogyha valami elromlik, azt nem kidobjuk, hanem megjavítjuk. És a javítási munkafolyamatok azok folyamatosan zajlanak.